Magyarország köztársasági elnöke az országgyűlési képviselő 2018. évi választását április 8-ára tűzte ki. A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény alapján ehhez a naphoz kapcsolódóan többféle határidő kötődik. A legfontosabb tudnivalókról, a benyújtható kérelmekről, a szavazás menetéről, a választópolgár és a jelölő szervezetek szemszögéből a helyi választási iroda vezetőjét, Körtvélsi Viktor jegyzőt kérdeztük. Berettyóifalu a Hajdú-Bihar megyei 4. számú országgyűlési egyéni választókerület székhely települése. Ehhez a választókerülethez 40 település tartozik, közel 70 ezer választópolgár tartozik a választókerülethez. Nagyon fontos tisztában lenni azzal a választópolgárnak, hogyha ajánlani szeretne egy jelöltet, akkor pontosan ki kell tölteni az ajánlóévet. Ugye név, édesanyja neve, lakcím, aláírás. Ezeket úgy kell tartalmaznia az ajánlóévnek, úgy kell kitöltenie, hogy megegyezzen a központi névjegyzékben szereplő adatokkal. Tehát nagyon oda kell figyelni a választópolgárnak, hogy akár egy ékezet, akár egy betűhiba, már akár érvénytelenné is teheti az ajánlását. Fontos, hogy az ajánlóívet akár más is kitölteti a választópolgár helyett, de az aláírása az saját kezű aláírásnak kell lennie. Van rá lehetőség, hogy több jelöltre is leadhassa az ajánlását, azonban arra figyelni kell, hogy egy jelöltre, egy választópolgár csak egy ajánlást adhat le. Többen már megtalálhatták a postaládájukban az értesítést a választásról. Ebben milyen információk vannak, és melyek azok, amelyekre nyomatékosabban oda kell figyelni a választópolgár? Az értesítőre vonatkozó szabályokat a választási eljárásról szóló törvény tartalmazza. Ez alapján azoknak a választópolgároknak, akik február 9-én már szerepeltek a szavazóköri névjegyzékben, a Nemzeti Választási Iroda küldi ki az értesítőt. Azoknak a választópolgároknak azonban, akik valamilyen okból kifolyólag február 9-e után kerülnek bele a szavazóköri névjegyzékbe, már nem a Nemzeti Választási Iroda, hanem innen tőlünk, a helyi választási irodától kapják meg az értesítőt. Az értesítő tartalmazza a választás időpontját, szavazókörre lebontva a helyszínét. Ezen kívül további hasznos információkat tartalmaz még az értesítő a választásról, mit kell ugye magával vinni a választópolgárnak a szavazásra. Személyi azonosításra alkalmas okirat mindenképpen, ez lehet személyigazolvány, lakcímkártya nagyon fontos, akár régi típusú személyigazolvány is elfogadható, illetve vezetői engedélyt is elfogadnak a szavazatszámláló bizottság tagjai. Ugye Magyarországon vegyes választási rendszer működik, ez azt jelenti, hogy egyéni választókerületi jelöltre is le lehet adni a szavazatot, illetve listára is. Régen ugye volt megyei lista is, országos lista, az új választási törvény alapján most már csak országos listára lehet leadni a szavazatot. Ez a gyakorlatban úgy fog kinézni, hogy a választópolgár két darab szavazólapot fog majd kapni. Az egyiken azok az egyéni jelöltek fognak szerepelni, akik a jelölt ajánlás időszakában összegyűjtenek 500 érvényes ajánlást. A másikon pedig azon pártok, jelölő szervezetek fognak szerepelni, amelyek képesek arra, hogy országos listát állítsanak, ugye ennek is vannak feltételei. A választópolgárok szemszögéből fontos lehet az, hogyha akár nem a lakóhelye szerinti helyen akar szavazni, vagy mondjuk mozgásában korlátozott, milyen kérelmekre van lehetősége 2018-ban? Ezek a szavazóköri névjegyzéket érintő, módosítást érintő kérelmek, amelyekre természetesen most is lehetősége van a választópolgárnak. Mozgó urna igénylés ugye abban az esetben lehetséges, hogyha a választópolgár egészségi állapota vagy valami fogyatékossága nem teszi lehetővé a számára azt, hogy megjelenjen az egyébként kijelölt szavazóhelyiségben. Mozgó urna igénylést legkésőbb április 6-án a helyi választási irodánál, tehát itt a Berettyóifalui Polgármesteri Hivatalban lehet igényelni. Azonban van arra lehetőség is, hogy akár a választás napján, tehát április 8-án délután 15 óráig a szavazatszámláló bizottságnál, annál a szavazatszámláló bizottságnál, ahol egyébként a szavazóköri névjegyzékben szerepel, ott is igényelhet mozgóurnát, és akkor a kollégák majd a szavazás napján felkeresik az illetőt mozgóurnával. Másik szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem lehetőség, módosítási lehetőség, ugye az átjelentkezés, ez alapesetben ugye azt jelenti, hogy ha valaki a szavazás napján nem a lakóhelyén tartózkodik, ez az átjelentkezés megteremti a lehetőségét arra, hogy nem kell hazautaznia ahhoz, hogy választhasson, hanem az éppen tartózkodási helyén is leadhatja a szavazatát. Az átjelentkezés
iránti kérelem benyújtására is 2018. április 6-a péntek a határidő. A jelölő szervezetek szemszögéből is azért több fontos időpont van. Jelenleg ugye az aláírások, ajánlások gyűjtése történik. Talán kezdjük azzal, hogy hányan vették igénybe, hányan igényeltek a Berettyóújfalui központú választókörzetben ajánlószelvényt. A mai napig 37 jelölő szervezet, illetve függetlenként indulni szándékozó jelölt igényelt ajánlóívet a választási irodától. Az ő részükre meg is van a lehetőség, hogy átvegyék ezeket az ajánlóíveket, ez még nem történt meg. Teljes egészében még van néhány olyan jelölő szervezet, aki nem vette át a kinyomtatott ajánlóíveket, és nem kezdte meg az ajánlásgyűjtést, de erre természetesen még lehetőségük van. Egészen 2018. március 5-e 4 óráig van lehetőség arra, hogy az egyéni jelöltek számára ajánlásokat gyűjtsenek. Eddig az időpontig azonban be kell érkeznie mindenképpen ide a Berettyóújfalui polgármesteri hivatal épületébe az ajánlóíveknek, hogy elkezdhessük a bejelentést feldolgozni, illetve ellenőrizni az ajánlások érvényességét. A bejelentéstől számítva 3 napja van arra a választási irodának, hogy ellenőrizze az ajánlásokat, hogyha ez megvan, és megvan az 500 érvényes ajánlás, akkor az egyéni választókerület választási bizottsága határozatot hoz, és nyilvántartásba veszi a jelölő szervezetet, vagy akár a függetlenként indulni szándékozó jelöltet, így hivatalosan is jelölté válik az illető, és elkezdheti a kampányt. Kampányban milyen fontos irányelvek vannak, amit azért nagyjából a választási törvény persze meg is határoz? Kampányeszközöket felsorolnám, választási plakát, a választópolgárok közvetlen megkeresése, politikai reklám, politikai hirdetés és választási gyűlés minősül kampányeszköznek. Ugye a politikai reklám és a politikai hirdetés között érdemes különbséget tenni. A reklám az audio-vizuális eszközökön, tévében, rádióban megjelentetett hirdetés. A politikai hirdetés viszont sajtótermékben, esetleg moziban megjelenő hirdetés, kampányeszköz. Ezekkel kapcsolatban relatív kampánytilalom érvényesül a választás napján. A választás napján már politikai reklámot nem lehet közzétenni, tehát televízióban, rádióban nem találkozhatunk majd ilyennel. Valamint a választás napjára nem lehet választási gyűlést szervezni sem, és nem lehet természetesen tartani sem választási gyűlést. Ez relatív kampánytilalomnak minősül, de egyébként a választás napján, tehát egészen április 8-án 7 óráig a közvetlen megkereséssel továbbra is élhetnek a jelöltek. A jelenlegi választási rendszer szerint ki lesz a győztes, milyen szavazati százalékot kell megszerezzen ahhoz, hogy ő legyen a 4. szamogyéni választókerület hivatalos képviselője? Egyfordulós a választási rendszer, ugye a 2013-as új választási eljárásról szóló törvény ezt egy fontos változást hozott ebben a rendszerben. Az kapja meg a parlamenti mandátumot, az az egyéni jelölt, aki a legtöbb szavazatot kapja. Nem kerül sor második fordulóra. És nincs érvényességi küszöb sem természetesen. A február 22-i testületi ülésen pedig 2 fontos döntés is született, ami érinti a 4. számú egyéni választókerületet. Így van, a választási eljárásról szóló törvényben foglalt hatásköre a választókerület székhely település képviselőtestületének az, hogy megválassza az egyéni választókerületi választási bizottság tagjait, illetve a szavazatszámláló bizottságok tagjait, és természetesen póttagokat is válasszon. Február 22-én Berettyóújfalu Város Önkormányzat képviselőtestülete eleget tett ennek a kötelezettségének, még határidőben, törvény által meghatározott határidőn belül megválasztotta mind a választási bizottság, mind pedig a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait. Ez azért fontos, ugyebár, mert bármilyen kifogással, panasszal, akár választópolgárok, akár jelölő szervezetek részéről, az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság rövid nevén OEVB-hez lehet fordulni. A szavazatszámláló bizottságok feladata pedig igazán a április 8-ai választáson lesz, hiszen a szavazókörök szavazóhelyiségeiben reggel 6-tól este 7 óráig ők fognak jelen lenni, ők felügyelik a választás tisztaságát.
A szavazás tehát egyfordulós és nincs érvényességi küszöb. A Berettyóújfalui központú 4-es választókerületben, 92 szavazókörben 69.156 választópolgár voksolhat. Berettyóújfaluban 16 szavazókörben 12.218 választásra jogosult vehet részt a szavazáson.